2013-ban, amikor elindítottuk ezt a sorozatot, akkor azzal a szándékkal, hogy olyan íróknak, költőknek a pályaképét alkossuk meg, akik már sokat letettek az asztalra, akiknek jelentős a teljesítménye, és még nem született róluk összefoglaló, korszerű szemléletű monográfia. Ezt tulajdonképp könnyű volt teljesíteni, mert nagyon-nagyon sok olyan író volt, és főleg az akadémia vonzás körében a tagjai között, akiknek valóban hát, nem volt hozzáférhető semmi ilyen a pályán eligazító Feldolgozása, akár életrajza, akár pályaképe. Az volt a cél, hogy ezek tudományos szempontból, irodalomtörténeti szempontból korrekt munkák legyenek, színvonalasak, de olyanok, amiket a, egy tanár, egy középiskolai tanár, vagy egy egyetemi hallgató, vagy bárki irodalomértő olvasó használni tud ebből a szempontból ez a most bemutatott három kötet is hát megfelel ennek a kritériumnak, bár hát Buda Ferencről és Cseres Tiborról is készültek korábban is könyvek, de vagy más szem, jó régen elavult szemlélettel, vagy olyan részlet részleges problémával, ami nem a teljességet mutatta be. Így hát annak ellenére, hogy ez a három szerző, Cseres, Tibor, Buda, Ferenc és Döbrentei Kornél korosztályban is más, más korhoz tartoznak, ebben közösek voltak, hogy a figyelem évtizedek óta elfordult róluk, vagy pedig egy torzító optikán keresztül voltak láthatva. Egy riport részletét olvasom fel, ahol a kérdések Szakolcai Lajostól származnak. Tehát őt is idézem. Így kezdik. Engedd meg, hogy idézzek tőled. A magára adó írónak kötelessége, hogy a népe sorsáról írjon és törődjék vele, különösen akkor, hogyha a nép maga él, vagy élni kíván. Tudom, éveket, évtizedeket készülsz egy-egy műre, százszámra olvasva a forrásmunkákat. Így készült a Foksányi Szoros című regényed, mely az évégső lökést a Domokos Pál Péter által közreadott Petrás Ince levelek adtak, és így Nagy kosút regényed is. Az én történeti indítatásomnak alapja az a szomorúság, ami engem az elmúlt 40 évben Magyarországon is ért. A magyar nemzet tudata víz alá került és meg volt folytva a magyar közoktatásban, és még inkább persze a szomszédállamok közoktatásában, már ami a magyar vonatkozásokat illeti. Sokat gondolkoztam azon, hogy mi lehetne a módja annak, hogy megértessem, megértessük a magyar közvéleménnyel, mitől szenved a magyar nép, és mi a történeti előzménye mindannak, ami velünk történt. 1918-ban, 19-ben, 21-ben és 45-ben. Ahhoz, hogy ezt megérthessük, és a magyar nemzettudatot alátámaszthassuk, vissza kell mennünk legalább 150 évvel a 19. századba. Anélkül nem tudjuk megérteni, ami velünk történt, különösen Erdély vonatkozásában. Gondolt-e valaha is arra, hogy Cseres Tibor életművével ilyen közelről megismerkedik? Köszönöm szépen, nem gondoltam rá, hogy ennyire közelről megismerkedek, mert hiszen akkora életmű, nem is tudom megszámolni, hogy mennyi, hány, több ezer oldal, tízezer, vagy nem tudom, és azt hiszem, hogy nincs olyan irodalmár, vagy olyan olvasó Magyarországon, aki végigolvasta volna Cseres Tibornak az életművét, beleértve azt is az első regényét, ami könyvformájában nem jelent meg, de a Békés megyei közlönyben a 30-as években a világot látott. Nagy filológiai munkát végzett. Mennyi ideig írta ezt? Hát nem tudom megmondani, de jóval hosszabb ideig két évig, vagy több mint két évig, mint a, akár melyiket, tehát akár az Ák akár korábban, ugye Duba meg Dobos Lászlóról írtam, ami Pozsonyban jelent meg. Duba azért említem, de természetesen említhetném Gál Sándort is vagy Ág Istvánt, akiknek szintén a rengeteg könnyük van nem tudom megmondani hogy hány és ott Dubba esetében is nagyon ott még az a gond is fölmerült hogy a recepció nem olyan könnyen hozzáférhető mint a Cseres Tibor esetében itt rögtön Megköszönöm Cseres Juditéknak azt a, nem is tudom mondani, nem támogatást, hanem azt az alapozást, ami a monográfiához szükséges volt, ugyanis a, a hagyatékban ők nem csupán csak a kéziratokat őrizték meg, hanem ott már összegyűjtötték a... Cseres Tiborról szóló kritikákat, tanulmányokat, aztán a naplóját is rendelkezésemre bocsátották. Itt szintén szükségesnek érzem megegyezni, hogy Cseres Tibornak a naplója, amelyik legrészletesebb 1986-tól, tehát amikor az írószövetség elnöke lett, de korábban is vezetett már naplót. Ez szerintem olyan kiadásra méltó mű lenne, amelyik az egész korban, ha úgy tetszik, a 80-as években a rendszerváltozás előtti időket, de közvetlenül a rendszerváltozás követő éveket is a legalaposabban és a legizgalmasabban, legérdekesebben tárja föl. Ebből csak egy ízelétőt tudtam ebből az izgalomból vagy érdekességből kötet utolsó fejezetében prezentálni. Sokszor kínos kérdéseket vet föl egy-egy életművel kapcsolatban. A leírásai néha olyan dolog, olyan helyzetekbe, olyan viszonyokba világítanak bele, be, amelyeket a szíró esetleg hát nem fogad örömmel. Én ezzel, vagy ebből soha nem csináltam gondot magamnak, és az vetődött föl, ugye nem tudom, gyakorlat volt-e, vagy pedig csak egyedi eset, hogy a szöveget, az elkészült monográfiát illet bemutatni a szerzőnek, és én ugye úgy jártam, nyilván amiatt is, hogy nagyon régóta ismertük egymást, mind a három, de mind Ág Istvánnal, mind Sándorral, nem beszélve Szilágyi Istvánnal, hogy nem voltak, mondhatom, kíváncsiak arra, hogy mit írtam róluk korábban, hanem csak később olvasták el, de ugyanígy voltam Dobos Lászlóval, Duba Gyula volt az egyetlen, akit nem ismertem egyébként közelebbről, nem voltunk olyan baráti közelségben, mint a többiekkel, aki viszont egy, egyetlen egy e helyen se óhajtotta változtatni, vagy javítani a, a szövegemet. Tehát én ebből, mint általában, abból, hogy elmondom, a, vagy megírom a véleményemet, még hogyha ezzel nem is értenek egyet. Én ezt maga, magától értetődő, hogy mondjam, kritikusi magatartásnak vélem. Az a példám még ifjú koromból, több mint 50 évvel ezelőtti koromból, hogy színi kritikák írására is kényszerültem a megyei újságnál és olyan barátokról írtam meg esetleg, hogyha nem tetszett az alakítás, akik utána elküldtek a fenébe, de két perc múlva leültünk mondjuk fröccsözni. Cseresti Tibornál úgy emlékszem, hogy a háborús élmény, a háborúnak a katartikus, borzalmas élménye volt az, ami egy később hát mondjuk úgy, hogy visszavonásra került illúzióhoz vezetett az ő esetében ebben a korszakban. De egyébként nem ezzel kezdte, hanem a költővel. Hát a költővel azért kezdtem, és nyilván, ha valaki kézbe veszi, nem azért, hogy elolvassa a monográfiát, hanem csak megnézze az arányokat, hátul, vagy elől a tartalomjegyzékben, akkor látja, hogy aránytalanul sok szó esik a költőről, Cseres Tiborról, mondjuk aránytalanul ahhoz képest, amennyit az eszéről írok, vagy amennyit a novellistáról írok. Ennek én egyszerűen azt a zokát fedeztem föl, nyilván ez önfelmentésnek is számíthat, hogy az egész alapszemlélete írásainak, az egész életművének az alapszemlélete ott van, például a háborús verseiben, a későbbiek során is ezt az szemléletét még a hidegnapok esetében is bírálják, bírálják a paráznoszobrok esetében is, de nevezetesen, hogy nem, nem jutott el a háborús verseiben, de nem jutott el a hideg napokban, meg nem jutott el az úgynevezett ellenállási regényeiben, bizonytalan század, meg a parázna szobrok esetében sem. Az antifasisztak gondolkodásig nem jutott el ahhoz, hogy a munkásmozgalom keretében, vagy az ellenállás keretében, lehetett volna megvívni, vagy kellett volna megvívni a világháború idején az eszmei csatákat, nem csak a fronton szemtől szemben. Mellesleg azért is foglalkoztam ilyen sokat a verseivel, mert ő maga nyilatkozta valahol, hogy az életmű sorozatának az utolsó köteteként szánja a verseinek a megjelentetését, de csak posztumuszként, hogy ennek mi volt a, az oka, miért csak így és miért nem korábban akartam megjelentetni, vagy szerette volna megjelentetni, ezt nem tudom. Hasonlóan kényes korszak a 80-as évek, amikor... Cseres Tibornak és a Magyar Írószövetségnek nagy politikai szerep jutott, és azt hiszem, hogy az ő azt kell mondani, hogy Székely esze kellett ahhoz, hogy átkormányozza az Írószövetséget ezen az időszakon, úgy, hogy semmi folt nem tapadt ő hozzá. Hát ennek szintén az utolsó fejezetben nem túlságosan részletes módon, de azért okát adom egy kora beli az írószövetség kritikai szakasztálya Hát nem vádolta, de igazából mondjuk finoman marasztalta el az ő elnöki tevékenységét, az, hogy túlságosan a Köpeci Bélával és másokkal túlságosan olyan alkukba bocsátkozott, amelyek erkölcsi szempontból is rombolhatták az írószövetség tekintélyét. Nem észletezem, pusztán csak azt a mondatát idézem, ha tudom fejből, hogy ezekre a vádakra, hogy miért nem tárgyalt az, akár csak az, ale, vagy az alelnökökkel, vagy az elnökség tagjaival, és mit tudott, mit nem, azt válaszolta valahogy, hogy ha tudná a hajam, amit a fejem tud, akkor kopaszra nyilatkoznék hogy ennek igazából, tehát tudná a hajam, amit a fejem, akkor kopasznak, kopaszra nyilatkoznék, hogy ez a helyzetre, miért volt az ő szemében vagy számára kifejező, lényeges, azon érdemes gondolkodni. Buda Ferenc. Rigmusok a századra, század végre. Egemen Műfények másznak, műmicsodák planétáznak, lövöldöznek, rakétáznak, vadludak harmonikáznak. Ősök, ükök, tűnt elődök titkain most eltűnődök. Mélán nyomukba szegődök, egyszer magam is ledőlök. Fordulóhoz ér a század, fölemeltet, megaláztat sok tövist, kevés kalászt ad, szeszélye szerint kiválaszt. Földünk kérge egyet pattan, öt kontinens összecsattan, és ki tegnap még ült a padban, ma már gyilkol lankadatlan. Majd ürül a lövész árok, húrkot vetnek a határok, Mindenfelől jönnek rátok, mohóbbak, mint a tatárok. A gyalázat, hát gyalázat, van rá annyi magyarázat. Ez a század ilyen század, mint egy birsalmát lerázat. Egyik felől vér a sebben, másik felől kéz a zsebben. Hadar egyre sebesebben, s hazudik szemesemrebben. Nem ismeri, mi a szégyen nincs benne csöpnyi szemérem. Köpi csak a szót ledéren, nagy kutya lesz, még megérem. Urral szegény nem komászhat. Ha esik, hát bőrigázhat. Alanyi joga, hogy fázhat. Kivételen nem pofázhat. ha gyalázat, hát gyalázat. Mindre akad magyarázat ez a század, ilyen század, mint egy szemdiót, lerázott. Festett maszkok, mosolymázak, letapossák a kilázad, szédúják a szülőházad, vájt ki szemed, vard be szájad, s ím a csörtetők hadában, idolok vak udvarában, zengő-bongó utcabálban, ázunk tapsvihar kabádban. Bitang szőlő, benne rókák, tarfejeken prém parókák, zengzetes óda is trófák mögött sorban a bitófák. Ilyen század, hát ez század, ördögökkel paroláztat, könyvben úsztat, vérben áztat, a tied is rajta szárad. Venyigeláng, forradalom. Rátalpal egy birodalom. Félkoporsó fekvő padon. Minden ható a hatalom. Belesondít életedbe, belerondít ételedbe, belelapoz leveledbe, belekukkant a beledbe. ha gyalázat, hát gyalázat. Mindenre van magyarázat. Ez a század ilyen század. Akár egy makkot leráznak. Rögvest megérjük a század. Fel ne szökjön, miért dalázad? Ám mint az ebb, ha vadászhat, nyulak után nyargalászhat, lohoj, csahoj, el ne hallgass, szabad híd vég, nem tilalmas, s ha az etikát rugalmas, dolgod lesz majd diadalmas. Lám csak lám, való a látszat, friss hősöket nemz e század, félre innét bölcs alázat, aki mar, csak az kaszálhat. Szól filozóf, tudsz-e jobbat, és míg a föld magmáig rothad, szörvzdeszkáin íma jognak, új gazdagék plébolyognak. Malmot nem hajt a kanális, az IC nem vicinális. órán még ha megáll is, cifferblatja digitális. Ibrány, Kunhegyes vagy Párizs, Internettel ott vagy már is. Minden transnacionális, sőt, globális, legalábbis. Miért vagy már úgy megkukulva, csóró igric, csapja húrba? Tök mindegy, hogy mólba, durba, az a menő, aki kurva. S a gyalázat, hát gyalázat. Mire nincs itt magyarázat? Ez a század ilyen század, mint egy nyúlbogyót lerázhat. Jól sejtem? Jövő a mában rejtőzik, mint füst a fában, vagy fenyőszál a csírában, remény az idő falában. Szültek kiket garmadában, hát ha nem éltek hiában. Magot a szérű hagy utódott a világban. Amikor rátekintettél az életműrés és elég a recepció és akkor milyen módon helyezted el magadat? Mi az a tekintet, amit képviselni szerettél volna? 1996-ban jelent meg Szekérendre kis monográfiája Kecskeméten, aki egyébként kollégája volt a Forrás című folyaratnál, szerkesztő is volt, és tényleg minden tud Buda Szekérendre, hiszen együtt is dolgoztak közel 30 éven keresztül addig. Ő egy nyelvész volt, és alapvetően egy nyelvi megközelítést alkalmazott. Kiváló érzéke van a verselemzéshez, de alapvetően a, nyelven keresztül. És úgy gondolom, hogy az ő eredményeit nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ugyanakkor az én érdeklődésem nemmiképp más, én nem vagyok nyelvész. Tehát engem alapvetően inkább a költői világkép érdekelt. Úgy gondolom, hogy ha van erénye ennek a kismagátjának, akkor talán ez, hogy próbáltam valamilyen kidolgozni, hogy a, a versek mögött milyen költői világkép áll. 96 óta nagyon sok változás történt Buda Ferenc lirájában. Tehát pont ö, ö, ekkor volt gyakorlatilag a váltás, ö, 60 felett a radikális módon megújult. Nincs is túl sok példa ilyesmire szerintem a, a kortárs magyar költészetben. Tehát nyilvánvalóan Szekély még nem tudta felvázolni sem ezt a folyamatot, hiszen ez éppen akkor kezdett el kibontakozni. Egyébként a Túlilés című verse, amely még azért magán hordozza a Nagy Lászlói Lira jegyeit is, de ugyanakkor mégis nyit egy egészen másfajta költészet felfogás felé. Ez még éppen benne van Szekirendek is monográfiájában. Ez 95-ös vers, tehát azért érzékelte Szekirendre is, hogy itt történik valamifajta változás, és egyfajta idomulás ironikus értelemben a megváltozott korszakhoz, hiszen már jóval a, a után vagyunk ekkor. Ez a megújuló új beszédmód, ami az életművet jellemzi, ez, ez ez milyen irányzatokkal kapcsolódott? Mi az, ami, ami, ami színesítette, és mi az, ami, amit úgy látott, hogy, hogy termékenyen hatott vissza a, a lírájára? Buda Ferenc lírája, amely egyébként átfog most már közel 70 évet, az egy hihetetlen ez az év, folyamatosan változik. Miközben azért nyilván van folytonosság is a változásban. Tehát már csak ezért sem lehet teljesen egységes szerkezetű a kis monográfia. Mindenképpen ki kell menni az új népies hatás, nagyon erőteljes a korai Buda Ferencnél. Érdekes egyébként, hogy soha nem volt a sematizmus híve, lehet éppen a korosztály is megóvta ettől, ugye ő 36-ban született, tehát a rákosi korszak elején nem kellett mondjuk írnia a. Ö, sematikus verseket. Ugye 54-55-től kezdett el írni, nagyobb számban. És aztán tudjuk, hogy nagyon erőteljesen érvényesült Nagy László és Juhász Ferenc hatása. Egyébként emberi szempontból is ö, és szellemények is nagyon erőteljesen hatottak rá ezek a költők. Ö, egyébként ő maga is mondta, hogy nehezen tudott elszakadni Nagy László törekvéseitől. Úgy tűnik, hogy még a 90-es években is ö, nagyon, nagyon erőteljes ez a hatás. Tehát jóval Nagy halála után, és persze most is vállalja, de talán az elszakadás mondjuk politikai szempontból a 90-es évek második felében történt meg. De egyébként addig is azért sokféle hatás érte még, és kiemelném például a neo hatását, méghozzá a képi, vizuális jellegű költészet hatását, lásd például a Roham című hosszú versét, meg nagyon hazámat. És aztán a rendszerváltás után pedig egyértelmű, hogy a posztmodern is hatott rá, ugyanakkor ezt nagyon sajátos módon képviselte, tehát egyszerre vált a posztmodern és antiposztmodern szerzővé, tehát az ironia a játékosság a csúfolódás, ahogy ő fogalmaz, nagyon is meghatározza az újabb verseit, mint az árapályban például. Ha a szerkezethez visszatérünk, akkor szó van kötetekről, szó, szó van egy-egy vers kiemeléséről is, és megnyilvánul az is benne, hogy, hogy, Gábornak vannak filozófiai, volt a filozófiai tanulmányai is, és így kapott helyett egy antropológiai fókuszú fejezet, ami a vas szelítség fogalma köré épül, ami, ami azt hiszem érdemes arról, hogy, hogy, egy kicsit bemutass, hogy van ez a, ez, a, ez a, vas szelítség, ez, 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 milyen poétikai jellemzőkkel kerül elő a versszövegekben. Úgy gondoltam, hogy mindenképpen kell egy ilyen tematikus fejezet, ahol az antropológiáját, etikáját foglalom össze Buda Ferencnek. Egyébként ilyen típusú tematikus fejezet van még 56-ról, és a játékversekről. És alapvetően egyébként az időrendi sorrendet alkalmazom. A fontosabb verses művek egymás után jönnek, de ezeknek a bemutatását megszakítja a néhány tematikus fejezet. És itt valóban a varcelétség fogalma lehet a meghatározó. És egyébként érdekes, hogy amikor írtam ezt a fejezetet, pont akkor került a kezembe Lajtos Nóra interjúja Buda Ferenccel. A vörös postakocsiba jelent meg egyébként akkor. És az, hogy, hogy felfigyelt rá Lajtos Nóra, hogy milyen fontos motivum, különösen a korai Buda Ferencnél az, hogy, hogy nem képes sírni, vagy a, a, a könnyei elapadnak, miközben traumát él át. Hogy nyilván itt azért jelen van 56, a börtön tapasztalat, az újrakezdés nehézségei, és így tovább. És akkor ehhez kapcsoltam végül is a, a vasszelítség fogalmát, amely a, a, a második korszakában nagyon, nagyon fontos fogalom volt a verseiben. Fogalom és metafora együtt tulajdonképpen. A kettő üti egymást, ugye, tehát vas meg szelítség, és ő mégis ezeket egymás összekapcsolja, ez egy kötőjeles szerkezet lesz végül is ő szerette az ilyen kötőjelszerkezeteket, szerkezeteket, és egyébként is a vas motivumról külön tanulmányt is írt Szoboszlói Ágnes. De itt most akkor a, a, a vas alapvetően nem negatív összefüggésre jelenik meg, hanem elsősorban azt jelenti, hogy, hogy keménység, ami persze inkább talán erő, küzdelmi tudás, Akár egy egész világ ellen is, tehát egy ilyen, egy ilyen sztoikus jellegű hatás is Budaferenc buda világképében. Az apateja fogalma, tehát az, hogy nem lehet megrendíteni, tehát elszigetelődik a világtól, egyértelműen éveken keresztül kell harcolnia az újrakezdésért, és, és kitart, a saját erkölcsi elvei mellett, miközben fegyvertelen, ugye ezt is hangsúlyozza, az, is egy metafora egyébként, miközben ő maga nem akar másokat legyőzni. Ugye Tehát uh, itt akkor egyszerre van jelen uh, a, a vasmi volt és a, a szelítség, tehát a, a keménység az erő, uh, és uh, egyfajta krisztusi minta követése is. Beszélgettünk Gáborral a... A, a, mű megírása közben, hogy van neki még egy kedvenc tematikus blokkja, az öregség versekkel foglalkozik már egy ideje, és egy röpke kérdésem lenne ezzel kapcsolatban, hogy Buda Ferencnél az öregség tematikával kapcsolatban miket láttál? Hogyha valami hiányzik belőle, akkor, akkor ez a tematika, talán megírom még, az öregség és fiatalság dihotómiája. Ezeként végigvonó munkásságán, tehát már a 60-as években is van egy nagyon szép verse egy öreg asszonyról. Aztán később ugye a Tanya hazámban is megjelenik az öregség motívuma, hogy itt eleve a periféria, a marginalitás meghatározó, a tanyasi ember, és a tanyasi öreg, ahogy cserbe hagyják a fiatalok például még akkor is elég fiatal volt, amikor ezt írta. És aztán nyilván később teljesen más nézőpontból, 90 után, amikor már ő is az idősebb, és például ugye 56 kapcsán is, ugye 56 ősz van egy ilyen mozaikos szerkezetű költeménye, amit itt nem elemeztem, de talán még az is hol kerül majd erre. És ott tulajdonképpen az öregség és a fiatalság motivuma az évszak szimbolikával is összekapcsolódik, vagyis jelen van az ősz, ugye október, és, és, jelen van a tavasz március, és jelen van 48 márciusa, és jelen van 56 októberre a forradalom. Tehát ez egy, tényleg egy szintézi gyakorlatilag. tavasz az őszben, ugye? Na, igen, összefoglalni. És ahogy visszatekint a régi önmagára, ifjak valánk, fiatal voltam. Ugye arhaizális, 48 is 56-ra is, és hogy az unokám lehetne már az a fiatal ember 56-ban. Tehát ez a többféle nézőpont érvényesítése, ez egészen különleges. És aztán utóbbi időben is írt az öregségről Buda Ferenc elég sokat, nyilván a betegségéről is, hiszen tudjuk azt, hogy sajnos utóbbi években azért többször is szorult kórházi kezelésre, és nyilván a traumáról is a betegség kapcsán, de ugyanakkor meg ironikus módon is tud reflektálni az öregség problémáira. És hát azért ott van... A, az Ábel című verse. Még ott is, még ott is. Tehát az a, ez egyik legutolsó alkotása, egy négy soros vers, Uda egy verse, aminek az a cím, hogy Ábel. Kiált hat ezer éve, kiontott vére az égre. Ül, ül a tornácon, Káin, elmereng, ikonokáin. Ugye? Tehát ez a, itt is ugye a, a komolyság, a filozofikum és a játékosság együtt. És ez a káin ökonokáin vímelés. De itt is az öregség probléma tulajdonképpen. Tehát ö, végül is arról van szó, hogy, hogy nem Ábel a nagy túlélő, hanem Káin és az ukonokái. Az, mi, vagyunk, Káinnak az ukonokái vagyunk. Vissza a legelső, legvégső imához éppen daróc vitorlába varnak, vitorla vászomba varnak. Nincs időd, hogy utószor még elkárhoz, felkínáld lényet hullámnak, szélnek, napnak, éppen daróc vitorla vászomba varnak. Szállani! fellobogni bénult tetemet, kik kényszer zubbony szabnak, a már szabadnak, nem sejthetik ez völgy vagy hegymenet. Csobbanásnyi csönd, ennyi maradtál. Le, súlyosan süllyedő nehezék vonszol, nem hiányzik tabernákulum, sem oltár, előtte térdeltél ártatlan imposztor, most hatalmas habhant a tenger, nem tükör, derűjét és arcod, benne többé nem leled, elragadja utó tudatod s úgy gyötör, majd rád terül mint elborult emlékezet. Elment az utolsó mentőhajó. Volt, s nem, bevillan habzó, nászi, gyolcs, s Kiáltani, vagy suttogni lehet odalent. Elég, ha mormolsz. Mentsétek meg lelkeink. Aval kezdett, hogy Korné javíthatatlan örök romantikus költő. Valóban. Valóban a romantika minden csínyát, bínyát ismeri, és pontosan az érzelmi hatása, az erős, erős érzelmi hangulat és hangulati hatások azok, amik ezt a romantikus lelket még jobban megmutatják. Igen, hát most reflektáljuk erre, igen. Köszönöm. Szerintem egy örök romantikus, ami azt jelenti, hogy nem a múltat akarja feleven, eleveníteni, nem reflektál rá utólag, hanem ő éli. Ezt a, ezt a romantikus ö, életszemléletet vagy magatartásformát. Egyébként a mai korban a romantika ugye nem feltétlenül pozitív fogalom. A magyar irodalom ö, történeti befogadás Hát már jól elverte a port a romantikán, már vagy 30 éve porolja hogy az egy valami rettenetes, anakronisztikus dolog. Hát én ezt nem így gondolom egész pontosan. Én ezt egy pozitív fogalomnak szántam. Már csak azért is, mert ugye, ugye ez a nemzeti sorsköltészet, hát igen. szerintem nemzeti, alapvetően nemzeti romantika, igen. Igen, ez alapvetően romantikus. Hát hiszen akkor alakul ki. Akkor alakul ki. És hogyha valaki ugye számot vett a nemzet sorsával, hát akkor bizony ehhez a hagyományhoz nyúl vissza. Ugye hát a korunkból ismerünk olyan példákat, amikor valaki ironikusan nyúl ehhez a kérdéshez, vagy szétszereli ezt a hagyományt, és éppen az ellentétében fordítja. Döbrenetei nem ez a helyzet. Nem ez a helyzet. Ö, ő sem tökéletesen azt a 19. századi mintát viszi természetesen tovább, ami mindenkinek a hivatkozási alapja, de hát ez természetes is. Ő a személyiségéből ad hozzá rengeteget. Én úgy gondolom egyébként, hogy a Kornélnak vannak egészen szenzációs versei, és úgy is gondolom, hogy bizony néha ez a, ez a hagyománynak a továbbitele néha önismétlésbe fordul, és néha ilyen önjáró retorikává válik. Ugye ez a retorika szinte gépezetként azért mozgatható, hát itt ülnek költők, és pontosan tudják, mire gondolok. Hát ugye egy Vörös Marti után, egy, egy Adi után, hát ugye van egy, egy, egy gondolat és egy politikai gépezet, amire nagyon könnyű ráhangolódni, és ez nagyon, erre gyakorlatilag szerintem, ha itt ülök, mindenki tudna egy szép nemzeti romantikus verset írni. Az az érdekes az egészben, hogy végig, végig vonul az egész 19. századon, sőt más-más hangok, hangokkal még a 20. századon is ez a nemzeti romantikus érzés. Ez elsősorban történelmi indítatású, nem pedig valami kívülről behozott valami. Hát nem, ugye a nemzeti romantika azt állítja, hogy a magyar sors egy szenvedéstörténet. És hát ha jobban megnézzük, hát nem nagyon téved valóban az. Amit, még a, amit ehhez szerintem még tudni kell, hogy, hogy a, a, magyar nemzeti gondolat ugye az mindig valamilyen dacból születik. Megmondom, mire gondolok, hogy ugye, amikor a 18. századi Habsburg abszolutizmus ugye megpróbálja elnyomni a, a nemzeti ö, érzést, illetve ugye egy központosított birodalmat akar létrehozni, akkor ugye aki a nemzeti jogokhoz ami ugye a nemesség jogait jelentett akkoriban ragaszkodik, akkor az dacol. Az dacol a központi hatalommal. És gyakorlatilag így alakul ki a, a nemzeti gondolat és a nemzeti érzékség, hogy ha valamiért én küzdök, az mindig valami ellenében van. Ezt egyébként nem én találtam ki, ezt már elég sokan megírták ö, előttem, méghozzá nagy magyarok írtak erről. Ö, és ebből a dac világból származik ugye a, a, a magyar romantikának egy nagyon jellegzetes poétikai hanghordozása. De hát ugye itt elég Petőfitől, Adin, József Attilán, é. Nagy László, Csórin, hát a mai napig ér, döbrentei. Tehát ez így megy, ez, ez, ez folytatódik, ez egy élő hagyomány, ez egy élő hagyomány, és akkor lehet élő, meggyőződésem szerint, Hogyha, hát nyilvánvalóan a korhoz van igazítva. Azt is ö, ö, megfigyeltem, hogy mennyire ö, egybecseng ez az életmű, a költészete és az eszély. Hogy a jódás, mint erkölcsi etalon és a költészet az egy kőből van faragva. Igen, hát amennyiben egybecseng, <kül> az az erkölcsi közelítés. <kül> 1970... Nem véletlenül kezdtem Igen. Amikor 1976-77-ét, nem is tudom, a kortásban megjelent egy hosszú uh, Váncsa István írás Döbrentei Kornéról. Hinnék, hogy Váncsa István írt egy nagy eszé Döbrentei Kornérról, amiben éppen azt hangsúlyozza, hogy Döbrentei Kornél a... vagy nem azt mondtam, hogy a fülétől a farkáig, de nem. Tehát minden porcikájában erkölcsös ember. És ez az egész költészetének a lényeg, ez az erkölcsi hozzáállás a világhoz. Na és ha úgy nézzük, hogy az eszély és a költészet összetartozik, ebben az erkölcsi megközelítésben természetesen összetartozik, amiben nem feltétlenül ezt nem jól mondom, tehát amiben nem feltételezi egymást, az az, hogy a, a kornélnak az eszélyi azok jó részt politikai publicisztikák. És a politikai publicisztikával ugye csinyán kell bánnia az esztétikai értékelésnek. Én a könyvemben esztétikai értékelést szeretnék adni. Tehát nem akarok állást foglalni a politikai kérdésekben. Természetesen a költészetet is átjárja a közéleti érdeklődés, fogalmazzunk így, és az ítéletalkotás. A politikai publicisztika viszont ugye hmm, az aktualitásra hangolt, és a konkrét politikai szituációkra reagál. És hogy én ebbe a csapdában esétáljak bele, tehát hogy ne politizáljak, mert éppen azt akarom a könyvvel elérni, hogy Döbrentei Kornélt ne a politikai megítélése alapján kezeljük, hanem mint írót, megköltőt és miért ne ítélhetnénk meg egy költőt a versei alapján, ugye? Nagy luxus ez, de miért ne? Próbálkozzunk meg ezzel. Tehát amikor az eszéről beszélünk, illetve a politikai publicisztikáiról, én ott is esztétikai megközelítést próbáltam alkalmazni, vagyis én a stílusát kezdtem el elemezni, ami szerintem, ezt le is írom, hogy szerintem a nyelvészeknek tíz éves munkát adhatna, hogyha hajlandóak lennének vele foglalkozni, mert Kornélnek a stílusa rendkívül gazdag. Hát az, tehát a Kornél képalkotása, a metafora használata tehát az, egészen bravúros. Az egészen bravúros. Tehát ha valaki kizbeszi a könyvet, én ebből egy szép lajstromot készítettem. Különböző szempontok alapján, hogy Döbrentei Kornél <coughs> hogy fűzi a szót, hogy így mondjam. És ugye az eszély is romantikusak is, olykor barokkosak, Mindenkinek ajánlom a Dugovics Titusról szóló esszét, amiben elképesztő barokos körmondatok vannak, amik szerintem a maguk nemében egészen egyedülállóak, legalábbis a 20. században. Ha hadd mondjak még el valamit Dövrentei Kornélról. Ugye nekem azért is nehéz dolgom volt, mert én Kornélra jóba vagyok, hát ugye mi kollégák voltunk, együtt fociztunk, meg hát mást is csináltunk együtt, ez most nem ide tartozik. És <kül> ő az az ember, aki, aki, akinek van legendája. Tehát ő az, 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 a 21. századi, 21. századi ember, akinek van legendája. Mind, én még olyan, nem nagyon találkoztam olyan ember, jó, találkoztam, de ismeri, mindenki tud róla mondani egy-egy történetet. Tehát ő, ő, egy legendás ember, a szó szóra sért, mert tényleg az, és, és ö, ugye, tudom, hogy sokan a pátos szeretik a verseiben, ez a nagy belefeszülést a nemzeti sors problémákban, de azt is azt tegyem hozzá, hogy akkor ennek brilliáns humora van. A Vitézeknek való Dévaj Balladák című kötete szerintem a magyar erotikus költészet csúcsán van. A csúcsán van, ezt bárki előtt merem vállalni, mindenki olvassa el, az káprázatos, az káprázatos. Tehát hogy lehet úgy tényleg mélyen erőt, füllet erotikát írni, hogy az ember közben gurul a nevetéstől. Óriási bravúr. A mai este három kis monográfiát Kis monográfia bemutatásán vehettünk részt. Bár egyes irodalomtörténészek azt mondják, hogy monográfiát akkor kell írni az alkotóról, amikor már az életmű le van zárva. Cseres Tibor esetében ez igaz. Nagyon gazdag és sokrétű az életműve, amelyet az olvasó és az irodalomtörténetírás is megfelelőképpen értékel. Megtalálja mindenki ebben a nagyon gazdag életműben azt a réteget, amely neki kedves, amely neki többet mond, és azt olvassa. Nem akármilyen költő Buda Ferenc, amikor megszólal, valóban a népe, nemzete gondjaival foglalkozik, és olyan dolgokat ajánl az olvasó figyelmébe, olyan gondolatokat, olyan eszméket, amelyeket meg kell szívlelnünk nem hangzott el ma, ne, utalás sem volt arra a hosszú versére, szép hosszú versére, amelynek az a címe, hogy Üzenet haza, a forrás, a kecskeméti forrás főszerkesztőjének és feleségének, Lacinak és Áginak ajánlja. Gyönyörű vers. Tanítani kellene középiskolában, meg kellene ismertetni minden magyar fiatallal, mert ebből a versből, tehát akár csak a legnagyobb klasszikusainknak az alkotásaiból nagyon sokat lehet tanulni. Na most Döbrentei Kornérról szólva azt mondhatnám, hogy eléggé különbözőképpen ítéli meg a kortárs irodalomtörténetírás, de még a kortárs olvasó is az ő életművét, amikor arra hivatkoznak sokan, hogy radikális, akkor én azt mondanám, hogy a publicisztikája valóban radikális, de a költészete az nagyobb figyelmet érdemel. A pátoszt is személyre szokták vetni, hogy ez visszahúzza egy kicsit az esztétikai nála. Na most, hogyha egy költő olyan magasztos gondolatokról beszél, olyan eszmékről, amelyekről szerinte csak fenkölt nyelven, fenkölt módon lehet beszélni, akkor én azt mondom, hogy adjunk igazat neki. És valóban nagyon szépek azok a versei, amelyek fellettek olvasva, de lehetne még bőséggel halászni, keresgélni a költészetében. Nem is kell olyan nagyon keresgélni, mert igen sok szép verset lehet találni nála.